Ez a Kívánságszolgálata 2021-es év első kívánságműsora itt a Heti TV képernyőjén. Jó napot kívánok mindenkinek, egy tartalmas fél órát ígérhetek. Mára is hoztam egy napi gondolatot, Kovács Eszter írónő tollából származik. Semmi sem december 31-én ér véget, és semmi sem január 1-én kezdődik, kivéve a naptárt. Ugye milyen igaz gondolat, érdemes elgondolkodni, újévi fogadalmakat tenni, és természetesen velünk tartani ebben az esztendőben is. Mi szeretettel várjuk Önöket, elérhetőségeink is rendelkezésre állnak, a legnagyobb közösségi portálon is megtalálnak bennünket, SMS-ben is üzenhetnek, és YouTube csatornánkon pedig visszanézhetik korábbi adásainkat. Biztatom Önöket erre, iratkozzanak is fel, youtube.com/kívánságszolgálat. Így első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött, megtekinthető videókról. Ma is lesz beszélgetés, telefonon keresztül kapcsolódik be Kátai Zsuzsa nóta és operetténekes, és természetesen az Önök üzenetei kapják a főszerepet, nézzük is az elsőt. Tétényi Gabriella nagyon boldog új évet kíván szeretteinek, és mindenkinek egy szebb és jobb 2021-es évet. Ehhez természetesen ugye mi is csatlakozunk. Most múlik pontosan, énekel Magyar Rózsa. Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjunk kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörög, ez tényleg szerelem. Látom, hogy elsuhan felettem egy madár. Tátongó szívében, szöges drót csőrében szalmaszál. Magamat ringatom, még örandul egy almafán. Az Isten kertjében almabort inhalál. Még tovább veled az ében, az álmok folytos indián lován. Egy tájtos szív remeg a konyha késben. Talpa maradt sár és ingovány. Azóta szüntelen, őt látom mindenhol. Meredtem nézek a távolba, otthonom kőpokol. Szilánkos mennyország, folyékony tors tükör. Szent János bogarak, fényében tündököl. Azóta szüntelen, őt látom mindenhol.
csíkos mennyország, folyékony tors tükör, Szent János bugarak fényében tündököl. Most hűlik pontosan, engedem, hadd menjen, szaladjunk kifelé. Vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem, villámlik mennydörög, ez tényleg szerelem. Folytassuk a mai naphoz köthető évfordulókkal, jeles eseményekkel. 52 éves múltra tekint vissza, hogy ma van a béke világnapja. 47 éve hozták létre Magyarország első nemzeti parkját, a Hortobágyi Nemzeti Parkot. 197 éve született Petőfi Sándor költő, és 18 éve került forgalomba az Euró érme. Álljon itt egy újabb üzenet, utána majd Kátai Zsuzsával beszélgetek. Vilmos Gizella párját, Vilmos Gézát köszönti 65. születésnapja alkalmából. Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván neki, üzeni nagyon szereti. A következő percekben Dérhen és Rakoncai Imre énekel, Hofi Géza legendás slágerét hallgatjuk meg, címe Lazítani. Talapzatán egy kőszobor, ez nem ősszen szorítja íját, bika mód komor. Ne feszítsd túl az íjadat, a kőszíved megszakad. Lazítani, próbálj meg lazítani, győzlek tanítani, hogyan csinál, hogyan csinál. Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Fárasztó sportár, a pénzvadászat, pihenni közben minden lehet. Ez is kell hozzá, az is kell hozzá, ugye emberek? Hé, 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 öreg harcos, ne feszíts túl az íjadat. Hé, 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 a kőszíved megszakad. Na gyerünk! Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani. Hogyan csinál? Hogyan csinál? Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Na, akkor figyelj csak! Amit most mondom. Szeretlek én is, amire képes vagyok, azt érted, megteszem. De már a tempót, amit te diktálsz, nem való nekem. Szép, 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 mikor éjjel hozzám bújszolj lelkesen, és éneklem, mert mi más a kedvenc slágerem. És akkor együtt! Lazítani, próbálj meg lazítani, lazítani. Nem győzlek tanítani, tanítani, hogyan csinál, hogyan csinál. Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán bam 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 b
Ahogyan ígértem önöknek a műsor elején, itt van velünk telefonon keresztül Kátai Zsuzsa, nóta és operett énekes, persze sok-sok műfajban kipróbálta már magát. Szervusz, nagyon sok szeretettel köszöntelek így a 2021-es év első adásában, és mindenek előtt nagyon boldog új évet kívánok neked is, és örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen, Zolikám, én is kívánok mindenkinek, aki hallja, a stábnak is, meg hát neked is, hogy köszönöm szépen, és köszönjük. Boldogabb új év várjon ránk a 21-es esztendőben. Azért te nagyon otthonosan mozogsz a konyhában, szerintem ezzel nem árulok el titkot. Én úgy gondolom, a karácsony és így a szilveszter kellően lemeríthetett, hogy most jár egy kis jogos pihenés, érkezik egy parányi pihenés, vagy azért nem ilyen egyszerű az élet? Hát igen, pihenés, az mindig kell szakítani az embernek, még ebbe a vírusos időszakban is. Főleg, hát mivel hát a 20-as esztendő az nagyon-nagyon felfordult teljesen számunkra, meg különösen katasztrofális volt, mivel rengeteg műsor előjegyzés volt, és mind sorra mondták le, és így az ember teljesen beszorult a lakásba, vagy maximum a sétákra mentünk ki, igen, mert hát nem volt más lehetőség. Na és az ember menekül a munkát keres magának, és én a konyhában éltem ki, nagyon sok mindent sütöttem, főztem. Mi volt a karácsonyi menü? Egy picit nyeljünk egy nagyot, és úgy beszéljünk róla. Inkább kóstolni kellene, de beszéljük azért róla. Hát a karácsonyi menü az szokásos, mert minden évben sütök kacsát, vagy libát, de inkább kacsát és kacsaszombot. Lilakáposztával és ilyen hagymás tőtrompig, ez az alapmenü. És hát azon kívül van még leves, ugye szoktam aprólékból leves főzni. Igen. És hát a hurka kolbász sütés sem maradhat el, mert azt is csinálunk, úgyhogy változatos az étel, és a desszertről is beszéljek, hát ugye vákos és diós kalács, mert ugye kertésztát jobban szeretjük, mint a omlós tésztát, a beiglit, és így erre esik a választás mindig, meg kuglófot sütöttem még. Az biztos, hogy akkor talpon voltál, nem is keveset. Viszont a szilveszteri menü esetleg, vagy így a lencse és az egyéb fontos kellékek? Hát a lencse az nem maradhat el, igen, hogy legyen sok pénzünk, mert az idén az nagyon-nagyon kevés volt. Mondhatom, feléltük a tartalékainkat is, és úgyhogy elég nehéz volt a helyzet, de hát bizakodjunk és reméljük, hogy jobb lesz. És hát a kocsonya, ami még számít az újabb szilveszteri fogásokhoz. Lehet-e reménykedni valamiben már 2021-re, hogy akár ceruzával beírni valamit a naptárba, vagy még mindenki csak a felkérés is van, csak nagyon képlékenyen, és majd meglátjuk, ha odaérünk, alapon keresnek? Igen, így van, tehát vannak már előjegyzések, illetve hát feltételes módban csak, hát ez még nagyon kevés. Hát mindenki várakozó állásponton van, és majd meglátjuk, hogy az oltások, megindulnak, akkor lesz-e lehetőség már egy kicsit tavasszal megmozdulni, tehát, hogy az embereknek egy kis műsort adni életben, mert ugye ez a lényeg. Reméljük, hogy minden helyre áll, és remélem, hogy majd a stúdióban is folytathatjuk itt ezt a beszélgetést. Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és még egyszer nagyon boldog új évet kívánok nektek. Köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek szerencsés és egészséges új évet kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és a munkásságodból van egy kis összeállításunk, ezzel folytatjuk.
Kátai Zsuzsával beszélgettem az elmúlt percekben, most folytassuk még az évfordulókkal, melyek a mai naphoz köthetőek. 47 éve Magyarországon bevezették a postai irányító számok rendszerét, 93 éve a pengő lett a hivatalos fizetőeszköz Magyarországon, és 38 évvel ezelőtt tartották Stockholmban az utolsó ABBA koncertet. Álljon itt egy újabb nézői üzenet, Horváth Dénes Pécsen párját, Rózsa Viktóriát köszönti megismerkedésük 5. évfordulója alkalmából, és üzeni, nagyon szereti. Kicsi, gyere velem rózsát szedni, énekel Rácz Kati. Minden héten, hétfőn, szerdán és pénteken 2:30-tól várom Önöket új adással, itt a Heti TV képernyőjén. Az ismétlés pedig vasárnap 13 óra 15 perctől nézhetik meg, ekkor a heti három műsort egymás után megszakítás nélkül levetítjük. Természetesen tértől és időtől függetlenül YouTube csatornánkon bármikor visszanézhetik korábbi adásainkat, youtube.com/kívánságszolgálat. Biztatom Önöket, iratkozzanak is fel erre a csatornára, így első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött megtekinthető videókról. Folytassuk egy újabb üzenettel, Siklósi Miklós a saját kedvére kérte a következő dalt. Egyúttal nagyon boldog új évet kíván mindenkinek. Zene nélkül mit érek én? Énekel Csongrádi Kata. 5. következik az a Máté S. nagy dal, amit mindannyian magunkénak érzünk. Hiszen zene nélkül ez a apró házad, mondd, mit ér, a legszebb híd a folyó nélkül, mondd, mit ér, és a tűz a meleg nélkül, és a leány a fiú nélkül, mondd, 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 mit ér. Termés nélkül termőföldet, mondd, mit ér, és
a kerted a virág nélkül mond mit ér, és az íj az álom nélkül életed a tettek nélkül mond, mond, mond mit ér. És zene nélkül mit érek én? 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 Termés nélkül termőföldet mond mit ér, és a kerted a virág nélkül mond mit ér, és az íj az álom nélkül életed a tettek nélkül mond, mond, mond mit ér. És az anya a gyermek nélkül mond mit ér, és a szíved az érzés nélkül mond mit ér, és a nyár a napfény nélkül, és a föld az ember nélkül mond, mond, mond mit ér. És zene nélkül mit érek én? És zene nélkül mit érek én? Tavaly az egyik adásban Csongrádi Kata is volt vendégem itt a stúdióban, akkor is egy remek beszélgetésben lehetett részünk. Öröm volt ezekre a pillanatokra is visszaemlékezni. Nézzünk egy újabb üzenetet. Piros Ibolya a saját kedvére kérte a következő dalt, egyúttal szeretettel küldi osztálytársainak is. Édes szempár, énekel Radics Márk. Nem kell hazug szerelem, én az igazit keresem. Nem vagyok én olyan srác, aki csak úgy kihasznál. Nem kellenek rossz napok és magányos hónapok. Nekem kell egy igaz kincs, kinek földön párja nincs. Oh. Legyen édes szempár, és érezzem már az szerelmét. Nekem úgy érzem jár, megérdemlem valaki hű szívét. Legyen szépen tors szemmi, varázslatosan csak is felém száll. Nem kell hamis kacsintás, megtévesztő csábítás. Nem én vagyok az a srác, aki tudod erre vár. Nem kellenek rossz idők, viharok és hígesők. Nekem tudd meg, te kell lesz, és benned minden meg lesz. Legyen édes szempár, és érezzem már van szerelmét. Nekem úgy érzem jár, megérdemlem valaki hű szívét. Legyen szépen tors szemmi, varázslatosan csak is felém száll. Gyere már, ó, édes szempár, ó, édes szempár.
Radics Márk is volt már vendégem itt a stúdióban, akkor is egy remek beszélgetésben lehetett részünk. Tartogattunk viszont még egy üzenetet a hozzátartozó dal kéréssel. Szikszói Mária a következő dallal köszönti barátait, ismerőseit, a Nótakör tagjait. Mindenkinek boldog új évet kíván. Ez a vonat most van indulóban, énekel Nyíri Szabó Sándor. Az iménti felvételen közreműködött Tordai Zoltán is zenekara. Elérkeztünk mai adásunk végéhez, legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!